Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Valamikor 2020 júniusában vendégem volt egy zenész legenda, aki akkor költözött a városunkba, és hát az életútja azt hiszem, hogy példaértékű abban az értelemben mindenképpen, hogy Debrecenből indulva megjárta a világot, ha úgy tetszik, kismillió fantasztikus zenekarban játszott, csak kivonatosan, hiszen erről majd szó esik, hiszen Lux Color, Apostol és így tovább Bergendit nagyszerű zenekarokban játszott, játszik, hála Istennek, hiszen itt van köztünk. És akkor arról beszéltünk, hogy majd lehetőség szerint, ha a koronavírus járvány elmúlik, ha véget ér, akkor majd a székesfehérvári zenei életben is tevékeny szerepet vállal. Most viszont, hát erre ugye sajnos továbbra sincs lehetőség, viszont itt van velünk Felkai Miklós. Tisztelettel köszöntelek, szervusz! Üdvözöllek, szia! Ugye olvassuk, hogy mióta öntudatra ébredtél, a zene vonzott a világ életedben. Egy kicsit menjünk vissza Debrecenbe, hiszen azt mondom, hogy egy nagyon fontos időszaka az életének mindenkinek, aki valahogy megkapja az indítatást. És ez neked már általános iskolásként bekövetkezett. Igen. Tulajdonképpen már 4-5 évesen bekövetkezett, mert azt vettem észre, hogy ugye minden gyerek játszik, de az én egyik kedvenc játékom az volt, hogy volt egy kis szilofonom, volt egy kis ilyen gyerek zongora, hát biztos van, aki még emlékszik arra, és azt úgy magam köré raktam, mint egy ilyen zenekarszerűséget, a számmal trombitáltam, és hát különböző akkori dalokat, köztük az Internacionálét, és nagyon szívesen trombitálva játszottam, és ezt a szüleim, hát, hogy is mondjam, úgy értékelték, hogy akkor ezt a gyereket írassuk be a zeneiskolába. Ez egy nagyon nagy mázli volt. Egyébként a családban senki nem zenélt. Mi mindent lehetett megtanulni a Péterfia utcában? Nagyon érdekes, ahogy most rákérdezel, ha visszaemlékszem. Ugye legalábbis én nem voltam egy kifejezetten jó tanuló, most ezt úgy értem, hogy lusta voltam, vagy más érdekelt, nevezzük így, de mégis ugye, amit ott kaptunk zenei oktatásba, hát 6 énekóránk volt, ugye még szombaton is volt tanítás, 6 énekórán, 2 kórus és 2 zongora, tehát annak a felszívása, hogy így mondjam, akkor nem érződött, de amikor már kezdtem ugye kamaszodni és nagyfiúvá válni, akkor vettem észre, hogy mennyi hasznot. Tehát a Kodály módszert tanultuk, ami nagyon új volt abban az időben, a tanár úr 2-szer is meglátogatta az iskolát egyébként, és ott énekeltünk neki. És ezt meg kell, hogy mondjam, hogy ahogy bekerültem a zenei életbe, tapasztaltam, hogy sok zenész, kortársam, barátom például nem ismeri. Például a szómizációt. Egyértelmű. Ugye bármennyire is közhelyszerű, de igaz, hogy az ember nem felejti el az elsőt. Úgyhogy a hangszerválasztásról kérdeznélek, hiszen ahogy mondtad, a zeneiskolában nyilvánvaló, hogy klasszikus hangszereken tanulnak az elején, de aztán oltaton is eljön az a pillanat, és nálad is eljött, hiszen már az általános iskolában zenekart alapítottál, a Plutót, hogy akkor hangszert kell választani. Igen, ez egy nagyon érdekes helyzet volt, ugyanis ugye abban az osztályban 30-32-en voltunk, hát több zongorista is volt, és akkor most hogy csináljunk zenekart, 2 zongorista nem lehet, ráadásul, ha elmentünk játszani egy másik osztályba vagy iskolába, és nem volt zongora, akkor nem is volt zongora. Így aztán jött a híres ugye 60-as évek, Beatles korszak, a Shadows együttes, és hát kikönyörögtem egy gitárt, hát kaptam egy úgynevezett akusztikus dobozgitárt, hát egy olyan, amilyen, és az engem úgy megfogott, hogy onnantól kezdve, ez volt 63 tájékán, amikor 64 táján, hogy én azt mondtam, hogy akkor én gitáros leszek, és önképzéssel elkezdtem magamat tanítani. A középiskolában nyilván ez már folytatódott. Én azt hiszem, igen, hogy az akkori időszakban, tehát még mindig a Beatles korszakban járunk, bizony, Rolling Stones egy kicsit, így, bizony, ami beszűrődött így hozzánk, ugye nyugatról, a így szerencsések van számára. A Szabad Európa Rádió. A Szabad Európa nem Rádió. Nem volt szabad hallgatni a Szabad Európa. Hogy ez természetesen folytatódott a középiskolában. Így van, is. Igen, igen. Nagy szerencsémre, de hát ez egy kis apró történet, hogy az én nagypapám, aki hát a Somoskő üfölő fölött van egy pici falu, Naprágyon volt református pap, na és ugye tehát a családtól távolabb élt, és a anyukám mondta, hogy írjál nagyapádnak, majd ő vesz neked gitárt, mert akartam egy újabb gitárt, és tényleg vett nagypapám egy gitárt, kassán, hogy hát ezek így összeállnak ezek a képek, és az a gitár aztán hozzám kerülve egy óriási lépés volt, mert már elektromos gitár volt. Na de milyen a gyerek, én labgitárt szerettem volna, méghozzá pirosat, és
ott Debrecenben sikerült, hogy úgy mondjam, elbótolni ezt a gitárt, egy piros labgitárra, és akkor annyira beleszerettem abba a labgitárba, hát ez úgy szól, mint egy citera, tehát ha nincs erősítő, akkor... Nyilvános. De belül hallottam, hogy ez hogy fog szólni, hogy én napi 2-3 órát gyakoroltam. És ennek megvolt az eredménye. Hát remélem. Hiszen folyamatosan csábítottak egyik zenekarból a másikra. Így, igen, igen. Hát melyik volt számodra fiatalon az áttörés? Ugye mondjuk úgy, hogy én, amikor 16 éves voltam, akkor már voltak zenekarok Debrecenben, akik ilyen 18-20-21 éves fiúkból álltak, és ugye ha ők meghívtak egy 16 évest a zenekarukba, az nekem egy nagy megtiszteltetés volt. És ilyen volt az első például a Nautilus együttes, ahol akkordgitáros, nem szóló, akkordgitáros lehettem, de nagyon jó gitáros volt, és onnan tovább léphettem a Rangersbe. És akkor ez már azt jelentette, hogy én már, hát mondjuk úgy, hogy hétvégén kerestem 100-150 forintot egy ilyen ösztáncon, mikor zenéltük. És ez nem volt kevés pénz, és megerősítést jelentett. Mint hát, ahogy így van, a 71-es év. Igen. Ugye elkerülhetetlen volt a honvédség, a katonaság, a sorkatonai szolgálat. Igen. Viszont, ha úgy tetszik, akkor mondhatjuk, hogy neked szerencséd is volt. Azt is mondhatom, hogy kiugrás. Mert nagyon érdekes a helyzet, ez a Radar Beat együttes, mivel OLP-s századot, egyébként voltunk itt Börgöndön többször koncerten, mert mi koncerteztünk az OLP csapatoknál, ez nagyon nagy dolog volt, ugye egy katona, hát beat zenekar azért Radar Beat együttes, itt voltunk Börgöndön többször, na onnan Debrecenből nagyon messzinek tűnt. Tehát azért volt nagyon érdekes, mert 1971-ben volt egy Salgótarjáni Beat Pop Rock Fesztivál, ahol olyan zenészekkel találkoztam, mint az Apostol, a Bódi Magdi, a Korong együttes, Del Huszadzsom. Már úgy értve találkoztam, hogy ők is versenyeztek, indultak ezen a fesztiválon, és mi ezüstérmet kaptunk. És mit ad az élet? Ez volt 71-ben, 4 év múlva az Apostol tagja voltam. Tehát nagyon vicces volt újra találkoznunk, és ez az ezüst diploma, ez megerősített abban, hogy katonazenekar, csóró, nem volt olyan felszerelés, mint ma, de a hacsatúrján kartáncot, én mondtam a fiúknak, hogy ezt tanuljuk meg. És azért respektálta a zsűri, tehát azt mondta, igen, ezek a fiúk valami olyat csinálnak, hogy ez megér egy ezüst diplomát. Úgyhogy és nagy... ne feledjük, hogy abban az időszakban volt a nagy kiugrási lehetősége számtalan fiatalnak, akik még ma is vannak, hiszen Del Huszadzsom, Bódi Magdi, az Apostol maga, Eszményi Viki. Igen, tehát igen, nagyon sokan igen, indultak. Igen, igen. És én azt gondolom, hogy, és itt most ezt a plakátot szeretném megmutatni, lesz egy életmű koncert, és most csak ezt azért mutattam meg, mert ehhez fűződik a Lux, akik itt lesznek. Hát, kronológiai sorrendben tulajdonképpen a Lux. Az új Lux akkor. Hát nincs új. Ez a régi tagokból van, igen. És viccesen azt szoktam mondani, hogy a zenekar életkora majdnem 300 év, ha összeadjuk. Azért ez elég súlyos érve részemről, hogy nem vagyunk fiatalok. A Lux együttes volt, ha visszamegyünk, ugye az első olyan zenekar, akikkel úgy éreztem, hogy mi többre vagyunk képesek, mint egy sima kis vidéki zenekar, de sajnos a fiúk nem merték fölvállalni azt, amit én szerettem volna, már így 20 éves koromban. Megkérdeztem, hogy mi lenne, ha fölköltöznénk Pestre. Hát ugye akkor ez így ment. És mivel a dobos fiú Pikó Sanyi, meg az énekes Makranci Béla már volt Pesten 69-et, de hazajöttek Debrecenbe, és nekem ez furcsa volt, mert nagyon jó zenészek. Mi vár minket ott Pesten? És elmondták, hogy hát Pest az olyan rideg, meg nem fogadják be a vidéki embert, ezért a Lux nem jött fel velem Pestre. Én viszont szerettem volna megmutatni magamat és profi zenésszé válni. Nem az anyagiak miatt, mert akkor ezt még nem fogtam fel, hanem hogy meg tudjam mutatni, hogy én mit szeretnék adni a közönségnek. És marha nagy mázlim volt 1970-ben. Hát 74 őszén. Mert akkor jött csöngött a telefon, hogy az Apostol gitáros keres. Tehát kinyílt a világ előtted? Hát mondhatni, igen. Föl kellett jönni Budapestre, ugye nem volt mobiltelefon meg internet, de a telefonon megegyeztünk, hogy 3 dalt meg kell tanulnom, és Apostol dalt, és akkor ez volt a felvétel, hogy azt hogy játszom el velük együtt, és hát nagyon nagy dolog volt, hogy amikor ez a próbajáték megtörtént, akkor emlékszem, a Várklubban voltak a próbatermük, ilyen nagy fekete ajtók voltak, és kinyílt az ajtó, és kijött 7 ember, ez ugye sokan voltak, gratulálunk, megfelelt. Hát ez egy olyan érzés volt, hát nem is tudom. Ez csodálatos. És kinyílt a világ, szó szerint, igen. Mert hogy nem csak azzal, hogy bekerültél, hanem valóban rengeteg turnéélmény. Hát igen, ugye abban az időben, igaz, hogy szocialista ország, de tényleg Csehszlovákiában turnéztunk 2 hetet. NDK-ban többször voltunk, Bódi Magdival is együtt,
Lengyelország, ugye ez egy ilyen körbe, sőt a Szovjetunióban is volt szerencsénk, sőt Bulgáriában voltunk túrni, csodálatos volt. Egyébként, ha valaki akkoriban azt gondolja, tehát így most visszatekintve, hogy a szocialista államok koncertjei az csak egy olyan volt, de sajnálólag. Én most olvastam a Presser könyvet, a két kötetest. A Presser pici bácsi jószerivel legendákat mesél arról, hogy milyen fantasztikus környezetben jártak Lengyelországban, igen, Csehszlovákiában. Romániát lehúzza, de rendben, igen, van, azzal nincs semmi gond. No, viszont jöttek a lemezek, hiszen az Apostol nagyon sokat játszott, és te magad is sokat játszottál, olyan kiválóságokkal játszhattál együtt, akik ma is meghatározzák a magyar könnyűzene életet. Igen. Hát ugye, nagyon érdekes az élet. Számomra az LGT volt 1970-es években, számomra az első olyan zenekar, amire azt mondtam, hogy ez nem olyan, mint a többi. Tehát mondjuk úgy, hogy minőségibbnek éreztem a szakmailag a zenészeket. Hát ugye Barta Tamás, Laux, ugye Somló Tamás, még a Fenerész is volt. Fú, mondom, hát ez egy szuper zenekar. És a lényeg az, hogy ezzel a Presser Gáborral, azért mondom így, hogy ezzel, mert nekem ő volt egy ilyen etalon, hogy hát jó zenész, és jó zenéket csinál. Ahogy fölkerültem Pestre, 3 hónap múlva így ültem vele szembe, mint most veled, és együtt vettük fel, illetve hát Apostollal közösen vettük fel a 30 éves vagyok lemezt. Életemben először voltam stúdióban, és a Presserrel dolgozni, hát én azt mondom neked, hogy számomra egy csoda volt. És most ha egy kicsit hadd dicsérjem magamat, a Presser azt mondta, hogy hát most így mondta, hogy egy vidéki fiatalember nem gitározhat így. Hát ebben benne volt minden, ugye, hogy ők csodálkoztak, hogy valaki jön vidékről, és akkor ezt a minőséget biztosítja, hogy igen, ez megtisztel. Igen, ír erről, úgyhogy megerősíthetem, ez fantasztikus élmény lehetett, mintha hogy az is, hogy az akkori sztárokkal, tehát Zalatnai Cinivel, Szörényi Leventékkel, Varga Mikivel, később Deák Billel. Sőt, a Dés Laci is megjegyezte, hogy többször, hogy az ő általa készített zenei anyagon, például a Cserhalmi bástyűlemezen is többek között. Hát ugye ezt úgy hívják, hogy session, tehát kiegészítő zenélés, mert nem vagyok a zenekar tagja, de azért, ha meghívnak, akkor ez mégiscsak egy respekt. A Color új szint hozott az életedbe, így szó szerint? Csodálatos lépés volt, ugyanis az Apostolban azért legyünk őszinték, sajnos a gitár nem kapott olyan szerepet a slágereiben, mint amire én készültem. Hát ugye, még azt azért hadd mondjam el, hogy amikor 65-ben, 60-ban megjelent egy olyan gitáros, hogy Jimi Hendrix. Azért a gitárosok egyrészt egy kicsit úgy érezte, hogy kezdheti előről. Mert az a gitározás, és a másik az Eric Clapton, ez a két fő. Aztán jött a Led Zeppelin, tehát az a fajta gitározás, a szakmailag mondom ezt is, a gitárosoknak nagyon nagy gondot okozott, meg nagy kihívást. Viszont ez engem úgy megfogott a mai napig, hogy én ezt mondhatni szerényen képviselem is. És tulajdonképpen az Apostolban ugye sajnos, ugye, most a sajnos úgy értem, hogy egy másik világba csúszott bele a zenekar, tehát úgy értve a sláger zene világába, ami nem baj, mert rengeteg helyen léptünk fel, és nagyon szerették a zenekart, csak nekem nem volt feladatom, na most a Colornál végre új szint hozott az életedben mindenképpen. Így van, ott megfelelő helyre került az én elképzelésem. Ugye megszűnt 84 év esztendő után. Igen, ez egy fájdalmas dolog volt. És a diszidálások akkor még így hívták. Akkor még így hívták, igen. Sőt, okán, haza se jöhettek, akik ugye... Így van. Viszont neked megadta a lehetőséget, hogy a rádióban bemutatkozhass. Én azt hiszem, hogy az megint csak egy fontos pillanat, hiszen azért a koncerteken túl a Magyar Rádió könnyűzenei műsorai akkor nagyon népszerűek voltak. Így van. És csak egy volt belőle. Ez nagyon fontos a népszerűség szempontjából. Igen, indult egy ilyen kis úgynevezett melléküzemág a rádióba, ahol hát mondjuk úgy, hogy fiatal tehetségeknek adtak lehetőséget, és ez többek között a Viktor Máté vezette ezt a kis csapatot. És akkor hát kitaláltam egy nevet, mert ugye az ember kicsit szeret hogy mondjam, más lenni, mint amilyen, és akkor én voltam az FF Miki, és ezen a néven készültek a rádióba a felvételek, ami hát számomra egy csoda volt. A következő csoda pedig nyilván Deák Bill, hiszen hát igen, vele játszani igen, az is egy olyan időszak lehetett, ami az 87-88-ban volt. Tehát igen, de egy szomorú apropója volt ennek a dolognak, ugye a Bencsik Sándor, aki egyébként a P-Mobilba kezdte a pályafutását, egy nagyon jó kis gitáros fiú volt, Deák Bill Gyuszival játszott a Bill és a Box zenekarban, és a Bencsik Samu hát szintén diszidált. És akkor volt a gitárpárba, és akkor ott megismerkedtem a Zsöcivel, ugye a basszusgitáros, és a Zsöci mondta, hogy hát ő nagyon megkérne engem, hogy amíg a Samuka visszajön,
hát ugye van, aki visszajött, nem sikerült a diszidálás, hogy addig helyettesíteném, mert aztán ott ragadtam másfél évet a Billnél, sajnos a Samuka pedig hát tisztázatlan körülmények között meghalt. Tehát rendkívül színes, változatos az életműved, viszont a rendszerváltást nem itthon élted meg. Igen. Azért az akkori időszakban azért jó pénzkeresési lehetőség volt a vendéglátogás külföldön. Bejártad a világot. Mit lehet megtanulni, hazahozni azután a vendéglátogatásból? Nézd, most megint kicsit szakmai oldalról nézve. Úgy kezdtük a zenélést, hogy meg kellett tanulni külföldi dalokat. Ez lehet Beatles, lehet Shadows. Azt előadtuk egy klubba, ahol volt 100-200 ember, mert ott ismerkedtek az emberek, arra táncoltak. Magyarul le kellett másolni, hallás után nem volt kotta, a zenét. És a vendéglátó ugyanerről szólt, hogy külföldi slágereket, hát akkor már voltak kották, tanuld meg, és add elő jó minőségbe. Tehát magyarul egy nagyon komoly kihívás, ha komolyan vesszük, én pedig komolyan vettem, egy nagyon nagy kihívás a zenésznek, hogy azt, amit játszik egy amerikai, egy holland vagy egy angol zenekar, azt jó minőségbe tanuld meg és másold le. Ez egy komoly, és minden nap játszottad. Viszont, és ez nyilván mindenkinek a javára vált, mondom egyértelmű. Viszont 94-ben pedig megalakult a Felkai Jam elődje. Felkai Blues Brothers. Blues Brothers. Igen. Na, ez is egy fontos lépés, mert utána már nem tágítottál, hát ez most már elkísér a napjaink. Így van. Nézd, hazajöttem 93-ban, persze ez nem azt jelenti, hogy 4 évig kint voltam, hanem ugye, úgy mondjuk, hogy nem tudtam itt zenekarba belépni, mert ugye, ha jött egy újabb felkérés, akkor nem mondhatom a zenekarnak, most elmegyek 3 hónapra. És körülnéztem, és azt látom, hogy blues kocsmák nyíltak. Hú, mondom, mi van itt Magyarországon? És akkor azt mondtam, csinálunk egy blues zenekart, és ez volt az első próbálkozás, és nagyon sok kocsma volt, hát mi kocsmák nevezünk nem szó szerint, de ugye ezek ilyen jó kinézetű vendéglátóhelyek voltak, és itt már csak 2 szettet, ugye 2x45 percet kellett játszani, nem tudom én 4 órát vagy 5 órát. Ez is fontos. És a Felkai Jam pedig azóta is él, ahogy a Jam az azért lett, mert az első szekcióban volt a Glac Gabi, meg a Csejtei Tamás, akik később 97-ben a Back to Black-et megalakították, mikor kiléptek, mert úgy gondolták, hogy megkipróbálják ezt a funky slágerzenét, és mivel jött 2 új tag, és a Blues Brothers-el nagyon ráfáztam, mert azt hitték, a közönség mindig megkérdezte, hogy Blues Brothers-t játszotok? Hát azt azért nehéz játszani, mert ugye ez egy nagy létszámú zene, magyarul fúvósok, több énekes, és mi csak 4-en voltunk, úgyhogy mindig mondtam, hogy na azt nem. És azért megváltoztattam a nevet, új tagokkal, hogy akkor legyen Jam. A Jam egyébként nem tudom, tudjuk-e, hogy mit jelent. Ugye úgy terjedt el, hogy a Jam Session örömzene, úgyhogy a Felkai Jam az Felkai örömzene. No. Aztán még számtalan zenekar közben, itt volt a Bergendi, igen, és igen, nagyon igen. Sok mindenki, de a gitárpárbajról nem feledkezhetünk meg, hiszen igen. Az a te gondolatod volt, te valósítottad meg, igen. És hát akkor fantasztikus népszerűségnek örvendett, hát, és egy ugye, nagy kihívás volt mindenkinek. Hát már csak azért is volt, szerintem a közönségnek is érdekes volt, mert azért halkan jegyzem meg azért, amikor 5 gitáros elkezd gitározni, az nem mindenkinek könnyű zene, de hát láthatta a kedvenc gitárosát a színpadon. De az első felállásban a Varga Jancsi az East együttesből, a Bencsik Samu, aki ugye szegény utána diszidált, ott volt a Tátrai, a Szűcs Antal, a Mennyhárt János a Vémutókból, és a Závodi János, meg én. Tehát azért a közönség ezt úgy is nézte, hogy hú, ez az én kedvenc zenekoromból, itt van ő X zenekarból, úgyhogy az első a Petőfi Csarnokból, hát tényleg nem fértek be az emberek. Hála Istennek. Én magam is csodálkoztam, mert mondom, ez nem könnyű zene, hogy 8 gitáros nyúzza a hangszer, de tele volt a Petőfi Csarnok. Ugye arról beszéltünk, ahogy a beszélgetésünket is kezdtem, hogy mikor 2 éve megérkeztél, terveid voltak. Igen. Most hát nyilván ezeket nem lehetett megvalósítani, mert sajnos a koronavírus járvány rányomta a bélyegét a mindennapjainkra, de nyilván lesz egy folytatás. És a folytatás még egyszer megmutatom, mégpedig május 23-án, kedves nézőink, a Jégcsarnokban, mert szinte bizonyos, hogyha itt nézegetem, hogy ki mindenki szerepel, tehát lesz Lux, Apostol, Color, Felkai Jam, emellett
Charlie, Varga Miklós, Bétót Laci. És a Csákvári Laci egyébként a magyarországi Brian Adams, tehát neki van egy zenekar a mellesleg, egyébként az úgynevezett Fantomas zenekarnak is az énekese. Ő ilyen nagyon, én nagyon szeretem, ahogy énekel, a Brian Adams féle stílust hozta be az ő éneklésében. És az arról nem tettél le, hogy amiről beszéltünk, hogy felveszed a kapcsolatot a fehérvári zenészekkel? Te emlékszel erre, hogy beszélgettük? Igen. Nem, de én nagyon szeretnék, ugye, hát akkor hadd dicsekedjek egy kicsit. Most ezt olyan furcsa kimondani, hogy csináltam egy zenekart, mert nem csináltam, mondjuk úgy, hogy találkoztam egy nagyon kedves csoporttal, a Potesz Balázs, Bérces Viktor és a Kovács Gergő, akik egyébként a Balázs Fecót kísérték, amikor nem korál fellépés volt, de a Tóth Verával is dolgoztak, és még a Charlie-val is volt szerencséjük. És összeakadtunk jó értelemben, és tulajdonképpen csináltam egy zenekart, őt most magunkat elneveztem Felkai és a Jam Force-nak. Na most még ezzel a formációval nem léptünk fel, de a koncerten ők lesznek az úgynevezett alapzenekar. Így van, ez egy nagyszerű csapat egyébként, nagyszerű. Hiszen a Mics Marci is, és ugye említetted bizony, a Potesz Balázs, Bérces Viktor játszik. Hát a Mics Gergő ki, csak ő, mikor, őt kerestem meg, azt mondta, hát nézd, Miki, te lavas baleset, és egyéb miatt visszahúzódott ebből a zenélésből. Így van, Kovács Gergőjék is régi vendégek, Bérces Viktor meg Karácsony James-el játszik folyamatosan, úgyhogy ez egy jó lesz. No. Hát akkor vegyük úgy, hogy már is meginvitáltuk. Miként invitáljuk meg, aki jót szeretne, hiszen akit láttunk itt, hogy Lux Apostor Color Felkai Jam, és ez a Felkai új formáció, azt hiszem, hogy ez egy a jamet már nem fogom elhagyni az életemben, úgy néz ki, azért Jam Force. Nézd, én azt szoktam mondani, hogy időutazás a zenében. A Lux ugye azért, mondom, 300 évesek vagyunk majdnem, tehát összeadjuk a korunkat, és ugye velük kezdtem, hát a Lux-al mentünk különböző versenyekre, és nagyon szép eredményeket értünk el, tehát a Lux lesz a kezdő zenekar, és akkor eljutunk a mai napig, tulajdonképpen az új lemezem, amiről még nem tudok hozni neked példányt, de körülbelül következő két hétben fog elkészülni, már nyomtatásban. Ezzel együtt ez egy ilyen szép ív lesz az én életemben, hogy a Lux-al kezdünk, és most az új lemezemről is fogunk játszani néhány dalt. Azt mondom, hogy zenei időutazás, és az én életemben fontos, sok fontos van egyébként, személyek fognak megjelenni, és ez megtisztelő számomra. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, hogy köszönöm. Megtiszteltél bennéket, és kedves nézőink, tehát ne feledjék, május 23-án az Ocskai, ifjabb Ocskai Gábor jégcsarnokban találkozhatunk a Felkai életműkoncerten. Legyenek ott, mi is ott leszünk. Viszontlátásra!